Az ország számos településéről érkeztek kórházi dolgozók Balatonboglárra, ahol a Szívünk Napja eseménysorozathoz kapcsolódóan szerveztek 24 órás úszás kihívást. Ez egy egyedülálló esemény, amihez csatlakozott a Fonyódi Egészségfejlesztési Iroda. Az úszás kihívás egy 24 órás úszó esemény, amiben egészségügyi dolgozók vesznek részt. A környékhez kötődő olyan orvosok és szakdolgozók neveztek be az eseményre, akik valamiért szívügyüknek tekintik a környéket. A Szívünk Napja a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre hívja fel a figyelmet. A lakossági szűrővizsgálatok elvégzésén túl az esemény kiemelt témája az egészséges életmód. A lakosság halálozásának sajnos nagyjából a feléről mind a mai napig valamiféle szív- és érrendszeri betegség tehet, és azt tudjuk, hogy ezen betegcsoport vagy betegségcsoportban a tudatosságnak, illetve a prevenciónak, az úgynevezett prevenciónak, tehát a megelőzésnek nagyon nagy jelentősége van. És hát tulajdonképpen ez a Szívünk Napja, amit ugye ez a Baez de Luna professzor nagyjából 25 évvel ezelőtt találtak ki és valósítottak meg. Ez igazából egy ilyen figyelemfelkeltő és figyelemfelhívó arra, hogy lehetőség szerint foglalkozzunk magunkkal. És tulajdonképpen ez a kezdeményezés, aminek a részeként itt Balatonbogláron, ugye két csapat, Fonyód és Boglár csapata részt vett ebben a nem is versenye volt ez, hanem inkább közös úszásban, fogalmazzunk így. Ez 24 órás közös úszásban, ez szerintem rendkívül jó kezdeményezés. Balatonbogláron közel 100 kórházi dolgozó úszott váltásban 24 órán keresztül.